Száraz György munkáit és programjait megtaláld a www.szárazgyorgy.hu oldalon. Boldog napot, Száraz György vagyok. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal 2022-vel kapcsolatban szeretnék egy kis érdekességet, különlegességet megosztani veletek. Szinte minden asztrológus éves prognózisában egyöntetően állítja, hogy 2022 a Jupiter planéta égisze alatt fog állni. Mit jelent ez számunkra? Rengeteg jót, előnyt, pozitivitáshoz 2022, ha és amennyiben a tudatosságunk fejlesztésébe kezdünk. Ennek jegyében fogok most néhány videópodcastot készíteni, immáron egy kicsit átkeresztelve ezt az évet a meditáció évére. Tehát én úgy gondolom, hogy 2022 a tudatosság éve, 2022 a meditáció éve lesz. Ennek jegyében készítek majd egy olyan weboldalt www.szárazgyorgy.hu címmel, amelynek az egyik legfontosabb üzenete nem a reklám, hanem az, hogy aki szeretne megtanulni valóban meditálni, illetve különböző tudatosságfejlesztő módszereket a mindennapi életébe beépíteni, és ezáltal mind saját maga, mind pedig környezetének a tudatosságát emelni, tehát ébrezgetni saját magát, a benne lévő középpontot megtalálni, annak tökéletesen jó lesz ezen a weboldalon található számtalan technikából néhány. A Putin próbálja természetesen az evés, és a jó bornak nem kell cégére, szoktuk mondani, úgyhogy én most rögtön a közepébe is csapok, és elmondom, hogy milyen technikákat gondoltam én január hónapban megosztani veletek. Egy meditációs kurzust élőben fog tartani január 8-án. Ennek a fő mottója a relaxáció, a jelenlét, a boldogság, illetve az elfogadás. A meditációs kurzusnak a középpontjában tehát először ismétlem a relaxáció, vagyis az ellazulás, a jelenlét, tehát a tudatos ébren és éberen lét, valamint a boldogságnak, a lelki örömnek és voltak éppen minden elfogadásának a képessége áll. Körülbelül egy hónap múlva majd a szorongással, stresszel fogok foglalkozni, de most elsőként ezt a tematikát fogom követni. Nyilvánvalóan időszűkében él mindenki, azonban azt gondolom, hogy napi 5-10, maximum 15 percet bármikor tudunk szakítani arra, amit igazán akarunk. Úgyhogy ezt kell csak szem előtt tartania annak, aki bele akarja vetni magát egy picit a meditáció rejtelmeibe. Körülbelül a tematikát tekintve ez a nap úgy fog kinézni, egészen pontosan ez egy délután lesz, olyan 4 óra, 5 óra körülbelül az az időtartam, amit felölel ez a kurzus. Tehát ez tematikailag úgy fog kinézni, hogy 5-10 perces rövid tanításokat, magyarázatokat, iránymutatásokat fogok megosztani, majd ezt követik körülbelül olyan 10-15 perces meditációk. Gyakorlatilag váltani fogják ezek így egymást, összesen 10 vezetett meditációt gyakorolhatnak majd a résztvevők. A kurzus egyébként rövid szünetek közbeiktatásával én azt gondolom, hogy egy nagyon kimerítő és jó értelemben nagyon tartalmas délutánnak ígérkezik. Aki erről lemarad, nem tud személyesen részt venni, vagy nem akar különböző személyes okoknál fogva, annak sem kell elkeserednie, mert valószínűleg január 28-án fog indulni az a bizonyos korábban említett weboldalam, a szárazgyorgy.hu, amelyen letölthető formában ez elérhető lesz minden érdeklődő számára. A kurzus során mindenféle segédeszköz nélkül, kizárólag a saját éber tudatosságunkra támaszkodva lépcsőzetesen fogjuk elsajátítani előbb az ellazulás, majd a tudatos jelenlét lépéseit. Ezzel pedig meg fogjuk nyitni magunkat az elfogadás és a boldogság tudati és lelki állapotai felé. Nem árulok zsába macskát, ha azt mondom, hogy 10 meditáció elsajátítása után az ember még nem fog azon a napon vagy azon a héten rögtön ezekbe a csodálatos tudatállapotokba huppanni, bár mindig vannak spontán meglepetései a sorsnak. Ezt nyilván gyakorolni kell, erről is fognak szólni különböző iránymutatásaim, sőt, mi több, ennek a bizonyos kurzusnak lesz majd közvetlen folytatása is, tehát amely ugyanezt a tematikát fogja majd részletekben menően tárgyalni. A tudatunkat teljesen erőlködésmentesen, kényelmesen, egyszerűen oldjuk majd el a külvilágtól, majd pedig irányítjuk befelé, miközben megtanuljuk mozgatni a tudati fókuszunkat. Az én tapasztalatom alapvetően az elmúlt 22 évre alapozva nem több és nem kevesebb, mint hogy nagyon sokan még nem teljesen tudnak meditálni.
Pontosan azért, mert még előtte nem tanulták meg az ellazulás lépcsőzetes folyamatát, és ezt nem tudják megvalósítani, mondjuk a mindennapi élethelyzeteikben. De visszatérve a tematikára, azt mondhatom, hogy voltaképpen az is elérhet sikereket, illetve az is tapasztalhat fantasztikusan ellazult, nyugodt állapotokat etéren, aki még soha nem meditált igazán, vagy aki egykoron nagyon jól is meditált, mert hát sokszor próbálkozott, sok évet beleölt, de valamilyen oknál fogva stagnál a fejlődése, tehát a különféle technikákkal egy bizonyos szintig tudott csupán eljutni, és ezt a bizonyos elmélyülési szintet azóta se tudja meghaladni. Nagyon kedvezőek lesznek az energiák egyébként januártól kezdve erre a bizonyos ellazulási, elmélyülési, meditatív praxisra. Ennél fogva a teljesen kezdőktől a profi meditálókig, én voltaképpen mindenkinek ajánlom ezt. 4-5 órát azt gondolom megér, mert amennyit nyer vele az ember, az voltaképpen egészen megváltoztathatja az életét. Rövid bepillantást engednék azokba a tanításokba, iránymutatásokba és magyarázatokba, amelyeket majd ilyen 5-10 perces kisebb blokkonként fogok előttetek feltárni. Ezekből többek között megtudhatjátok azt, hogy az én legjobb tudomásom szerint és tudásom alapján mi a tudat és mi a tudatosság. Kinek ajánlott egyáltalán az éber tudatosságot fejlesztő meditációkat gyakorolni, és miért? Voltaképpen mi a meditáció? Természetesen arra is kitérek, hogy mi nem az. Megtanulhatjuk a meditáció alapszabályait, azt, hogy a meditációnak milyen lehetséges és reális céljait valósíthatjuk meg. Picit abba is betekintést nyerhetünk, hogy mi a személyiség, illetve hogy hogyan épül fel. Egyfajta használati utasítást is fogok adni arra vonatkozóan, hogy hogyan bontakoztathatod ki a meditatív lehetőségeidet. Hogyan használhatod fel a vezetett meditációkat, és utána hogyan tudod ezeket teljesen spontán alkalmazni a hétköznapi életedben. A hatékony meditálásnak vannak fortéjai. Ezek nem misztériumok, de az ember nem ismeri őket, évek telnek el, mire rájön egy-egy ilyen fortéra. És végül arról is lesz szó, hogy hogyan lehet koncentrálni, egyetem mi a koncentráció, és ehhez képest hogyan lehet meditálni, illetve kontemplálni. A vezetett meditációkra rákanyarodva, amelyek ugye a relaxáció, a jelenlét, a boldogság és az elfogadás jegyében fognak telni, nagyon-nagyon rövid címszavakban említeném annak a 10 meditációnak a címét, vagy legalábbis a legfontosabb lényegi eszenciáját, amelyre számíthattok. Így például a nyugalomban létezést fogjuk megismerni és gyakorolni, a világ változásainak tudatosító technikáját ismerheti meg majd minden résztvevő. Ezután rátérünk az egyensúly megteremtésére, majd az elmét fogjuk egy picit górcső alá venni, mint egy óceánt, utána megteremtjük saját magunknak az örömöt, illetve megtanuljuk, hogy hogyan teremthetjük meg ezt a bizonyos örömöt, majd rátérünk arra, hogy az éber tudatosság milyen 3 részből tevődik össze, gondolatokból, érzésekből és az egész testből, és ezeket hogyan tudjuk tudatosan szabályozni, de nem túl kontrolláltan, majd megtanuljuk eloldani az elménket a gondolatoktól, ez egy fantasztikusan érdekes technika, majd 5 percet szánunk arra, hogy a nyugalom, a tisztaság és az önbizalom visszanyeréséért tegyünk lépéseket, és újabb 5 percet pedig különböző légző meditációkra. Végül, de nem utolsó sorban pedig megismerkedünk a tudatos jelenléttel, amivel tulajdonképpen kihasználhatod az idődet, akár még mobilozás közben is. A végére hagytam néhány fontos információt, amely a kurzus formájára, illetve időpontjára vonatkozik. Tehát először január 8-án személyes jelenléttel tartom ezt meg itt Dunakeszin a naptemplomban. Ez kis csoportos keretek között fog zajlani, tehát korlátozott létszámban. Később pedig január végén felkerül a szárazgyögy.hu oldalra, ahonnan bármikor elérhető lesz mind a meditációs technikák, mind pedig az ehhez kapcsolódó különböző iránymutató videók egyvelege. Azt még megemlíteném, hogy természetesen addig még némi víz lefolyik a Dunán, de én azt gondolom, hogy erre most már bizton lehet számítani, hogy személyes jelenléttel meg fogom tartani. A részvételi díj, amiről soha senki nem szokott beszélni a videókban, nem értem miért, egyébként 10.000 forintba fog kerülni. Aki pedig szeretne jelentkezni, mert felkeltettem az érdeklődését, az előzetesen okvetlenül szükséges a jelentkezés, tehát tegye ezt meg a következő címen, serna@gmail.com.
Fogok meg jelentkezni hasonló videókkal, és várlak benneteket az előbb említett meditációs kurzusomon is. Kövessetek engem, iratkozzatok fel csatornámra. Áldott ünnepeket, nagyon boldog új évet kívánok. Búcsúzom, boldog napot! Száraz György munkáit és programjait megtalálod a www.szárazgyörgy.hu oldalon.